Nagyon színes volt. Vicces volt. Aranyosak voltak benne a szereplők. Nagyon sok vicces dolog volt benne. Sok vicces rész volt benne. Nagyon tetszett, és nagyon, nagyon jó volt. Kortárs meseíró könyvéről beszélnek a talentumos diákok az író-olvasó találkozó előtt. Vég Balázs érkezett a gyermekkönyvtár meghívására Tatára, és elhozta Puszi Rablók című legújabb könyvét. Ki volt a kedvenc szereplő? Nekem a Szeretném Szeret, mert már vicces a neve. Nekem a Dami, mert a kenguru, mert el lehet bújni az erszényben. Nekem a Szeretke, mert szép volt. Nekem is a Szeretke azért, mert nem félt kimutatni a másik előtt az érzelmeit. Nekem a Bujóska már vicces volt. Én nekem pedig mindegyik tetszett. Vég Balázsnak eddig három könyve jelent meg, a Rettegő fogorvos, a Három bajusz gazdát keres, és most a legújabb a Puszi Rablók című könyve, és ez utóbbi hozta el most a gyerekeknek. Az ő könyveit úgy tapasztaltam könyvtárosként, hogy kölcsönzik a gyermekek, és akik már olvasták, ők jó tapasztalattal hozzák vissza. Ez egy modern kalandregény, megjelennek benne technikai kütyük is például, ez a kaluzkapitány annyira nem hisz az emberi kapcsolatokban, hogy SMS-ben kommunikál a túszaival például, de nem csak ettől lesz egy mese modern. Foglalkozik például egy olyan családdal, ahol egyik este elmarad a jó étpuszi, el lehet azon gondolkodni, és a gyerekeknek föl is van adva a lecke, hogy vajon miért marad el az a jó étpuszi, amit Szeretke hercegnő nem kap meg egyik este, illetve amit meg kiemelnék az az, hogy ez az egész családot megszólító mesekönyv, ahogy nagyon sok kortárs szerző is törekszik erre, hogy egy olyan élményt adjunk, ami egyaránt szól a gyereknek, a mesét kedvelő nagymamának, meg anyukának, apukának is, aki nagyon fáradt a munkája után.